Sziasztok! Peller Károly vagyok, az Operettudor. Mai témánk a primadonna. A primadonna az operettek központi alakja, első számú női szereplője. Ez így van, drágám. Szerepe szerint ragyogóan szép nő. Ezzel sem vitatkozom. Szinte operai szintű énekfeladat. A szerepkör betöltése szoprán, néhány esetben koloratúr szoprán és elég ritkán mezzó hangfajt követel meg. A primadonna, ahogy a szóból is ered, a primadonna az első nő, akinek az egyik legfontosabb dolga, hogy titka legyen. Mert ebből a titokból eredhet vagy fakadhat az a fajta személyiség, ami nélkül ugye nem játszhatunk primadonnát. A primadonna a legnyilvánvalóbban örökölt figura az opera világából. Primadonna díva az operában is van. Ez tulajdonképpen csak átvitte ezt a szerepet tovább az operetbe egy seregnyi nagy énekesnő. Ugye az alap az, hogy tudjon nagyon jól énekelni. Egyszerűen, hogy az énekével érjen el sikert, varázsolja el a közönséget. Nagyon fontos, hogy egy varázsló, egy hipnotizőr legyen. Egy olyan igaz nő, akinek a legfőbb varázsa az, hogy hasson. Hogy olyan elérhetetlennek tűnő szerelmet árasszon magából, ami szinte felemészti azt a férfit, aki felé ezt árasztja. Most pedig kérdezzünk meg néhány szakavatottat, azaz a primadonnákat. Vannak rajtam kívül más primadonnák is? Igen, úgyhogy most őket kérdezem. Mi jut eszetekbe először, ha azt halljátok, hogy primadonna? Az első nő a színpadon. Tűz. Lendület. Hatás. Csillogás. Nagy vehemencia. Kifinomultság. Kecsesség. Kecsesség. Nagy volumenű dallamok. Akarat. Némi ravasság. Szenvedély. Hűség. Elegancia. Elegáns. Szépség. Szépség. Szép. Gyönyörű. Gyönyörű. Elbűvölő. Kifejező. Karakteres. Karizmatikus. Néha kicsit kihívó. Ettől függetlenül mélyérzésű. Mélyérzések. Egyedi. Egyéniség. Vagány. Céltudatos. Céltudatos. Tartása van. Mindenki sokat vár rá. Vágya a szerelmet. Szerelem. Hát szerelem. Az mindenki. Megfogja a férfiakat. Sokat készülődik. Képzett énekhang. Szoprán. Csilingelő hangú. Na, szerintem a primadonnákra kell várni a legesleges legtöbbet. Mindenkinek. Általában szőke. Neki is van humora. Bővebben? Ha megkérhetlek titeket. Szépnek kell lenni, és csinosnak kell lenni, és gyönyörű szoprán hangi adottságokkal kell rendelkezni. Prózában a belső érzelmeket meg kell tudni valóban hitelesen teremteni. Mindenki belé szerelmes, ő a legszebb, a legokosabb, a legügyesebb, és természetesen róla szól a történet. Az első nő, akiért mindenki rajong, és aki az intelligenciáján, a személyiségén és a hangján kívül a sajátos aurájával ragyog. Drámai vénával és komikai vénával is kell rendelkeznie egy primadonnának, aki lehengerlő egyéniségű és a férfiakat magába bolondítja. Amikor belép a színpadra, akkor minden szem rászegeződik. Akkor jó, hogyha a közönségben ülő férfiak egy kicsit irigykednek a bombimára, és hogyha úgy érzik, hogy ők is meghódítanák ezt a nőt, vagy ők is versengenének a kegyeiért. Szenvedélyes és erős nő, aki közben nagyon érzelmes is, és túlérzékeny is nagyon sokszor, van méltósága, és valamivel mindig küszködik, valamit meg kell oldania, akár önmagával, akár a környezetével kapcsolatban. A nagybetűs nő, aki ugyan nem elvárja az a rajongását, hanem egyszerűen csak elfogadja, és tudja kezelni a bókokat, tudja viselni azt, hogy ő egy nő, és nagyon szerelmes. Szerintem ez nagyon kulcsfontosságú, hogy valóban, tényleg, és
teljes szívéből szereti a Bon Vivant. Egy belevaló nő, egy gyönyörű karizmatikus nő, akit mindenki akar, és mindig eléri a célját, és a célja általában egy férfi. Az első magyar operettek sztárja, a nemzet csalogánya, Blaha Lujza volt, aki a népszínművek menyecskéit az operettek nadrág szerepeire cserélte le. Az ő nyomdokaiba lépett később Fedák Sári, Honti Hanna, Házi Erzsébet, Németh Marika és Petres Zsuzsa. Egy kicsit utódja azoknak az ókori papnőknek, akik a szerelemnek áldoztak. A primadonna az, aki megjelenik a lépcső tetején, a primadonna az, akiben mindenki szerelmes, a primadonna az, akinek nagy nőként kell megjelennie, még akkor is, hogyha okad olyan operet, ahol a primadonna szerep tulajdonképpen egy naivának tűnik, mégis ott kell lennie annak a csodálatos légkörnek, hogy ez a nő tulajdonképpen mozgatja maga körül az univerzumot. A primadonna nőiességének és hangi kvalitásának csúcsán áll. Ennél pontosabban nem is lehetett volna megfogalmazni. A magyar operettek leggyakrabban játszott primadonna szerepei. Szilvia, Marica, Liza, Hanna, Viktória, Szibil. A fiatal lány szerepeket hívják naiva primadonnának. A kis csitrik. A magyar operettek leggyakrabban játszott naiva primadonna szerepei Violetta, Lili, Mária, Lüsi, Rolla, Katóka. Kosztolányi Dezső így ír a primadonnáról az Alakok című művében. A primadonna azt jelenti, hogy az első nő, tehát Éva egy mesterséges paradicsomban, antik bútorok, 18. századi festmények, csillárok, perzsák között, azzal a különbséggel, hogy akkor is ő az első nő, az egyetlen, ha sok-sok nő van körülötte, és hogy érette az Ádámok egész sokadalma rajong. Családfája minden esetre a jó és gonosz tudás fájáig nyúlik föl, amelyre a kígyó tekerődzött. Mindenki mártír, aki nem élheti tulajdon életét, aki nem akkor kell és fekszik, nem hízik meg és fogy le, eszik és iszik, kacag és sír, amikor kedve tartja. Egyéniségét egy eszményhez kell törnie, mely a nagy tömegek lelkében él a primadonnáról. Egész életén át tündérmacskának kell lennie, józan céltudattal, szerzetesi önsanyargatással. Rabszolgája a dicsőségnek.